abban az időben, minthogyha megtaszították volna a történelemnek a sodrását vagy kerekét. Tehát ugye akkor írja alá a társaság ezt a megállapodást, amikor még áll minden. És ugye tehát magunk között ugye azt mondtuk, hogy a sarkalatos törvényekre utalok most, hogy hát azért kellenek a kétharmados törvények, hogy nélkülünk ne lehessen semmit megcsinálni. És ezt az SZDSZ is így gondolta, a Fidesz is így gondolta, mindenki így gondolta, gondolom én, bár nem tárgyaltunk erről, mert más volt a világ, és rá 3 hónap múlva minden megváltozik. Még Lengyelország ott volt előttünk, tehát igen. Az is egy nagy... Tehát, és amikor ugye két ilyen paktummal vádolják Antalt, mert az emberek ezt megértik, mert nagyon csúnya szó ez a paktum. Szóval az egyik az, hogy annak az átmenetnek a lehetőségét, hogy parlamentáris demokrácia legyen, ez Antal József elképzelései tették lehetővé, ezt így kimerem jelenteni, pont. A második pedig az, hogy amikor a második ilyen paktumról beszélnek, amikor az SZDSZ ráveszi arra, hogy levegyük a kétharmados törvényekből mindazt, ami az ország működéséhez kell, cserébe pedig ezt a gyenge köztársasági posztot odaadja olyannak, akit személyesen jól ismer, ő választja ki, az MDF elnökségével megismerteti, MDF elnöksége dönt erről, tehát nem háttérben csinálja Antal ezeket. Mindent legitim döntések, még az MDF elnökség legitim döntések alapoznak meg. Tehát a dolog lényege az, hogy nem csak hogy a konstrukció, nem csak az átmenet konstrukciója, hanem a megvalósításban is olyan lépéseket tud tenni, amit mások is el tudnak fogadni. Azt akarom ezzel mondani, hogy azóta sem látok ilyen példátlan megértést, amit Antal ki tudott hozni az SZDSZ-ből. A gyerekeim, hát nem lehet, holnap után fel kell oszlatni a parlamentet, ha így megyünk. Nem lesz költségvetés, semmi se lesz, hogyha ezt nem veszük ki.